Visszatérő hiba a családi kedvezmények igénybevétele a személyi jövedelemadó bevallásoknál, mondta a Baranya megyei adóhivatal sajtóreferense Adópercek című műsorunkban. Tisztázni kell, ki jogosult a kedvezmény érvényesítésére. Ilyen például az elvált szülők esete, amikor figyelni kell, ki mit érvényesít. A 50-50%-ban jogosultak a gyermekekkel való foglalkozásra az elvált szülők, tehát bírósági döntés alapján fele-fele időtartamot töltenek a szülőknél a gyerekek, akkor ez is olyan szempont, amit figyelembe kell venni a családi kedvezmény megállapításánál. Fontos az, hogy a bevallásban meg kell adni a gyerekeknek az adatait is. Tehát anélkül nem működik ez a kedvezmény, illetve megosztás esetén egy nyilatkozatot is kell tenni. Barlai Krisztina felhívta a figyelmet, hogy az utalási adatokat pontosan meg kell adni. Adategyeztetést is lehet kérni, ha az adózó szerint eltérés van a bevallási tervezet és a valós tények között. Ilyenkor az összes szükséges dokumentum bemutatásával kérhet segítséget az adózó a NAV ügyfélszolgálatán. Az SZIA bevallásokat május 20-áig kell benyújtani. A kirótt adót is eddig az időpontig kell befizetni.